Bocskai korát idézi meg a fejedelem emléke, és hajdúi vitéssége előtt tiszteleg ezen a hajdúszoboszlói nyáron is a Bocskai Múzeumnak köszönhetően állított hajdú őrjárat. A bocskai zászlós kék darabontok őrjáratként vonulnak a harangház előtti térre, ahol korabeli fegyvereket, viseletet mutatnak be a közönségnek. A zeneszerszámok között pedig megszólal nem a skót, hanem a sajátságos magyar kecskeduda is. A bemutató végén egy fekete lőporos pisztolyt is elsütnek. A közönség ezután fotózkodhat velük, megfoghatják az őrjárat eszközeit, kérdezősködhetnek. Bátran lépjenek közelebb, Marcola vitéz, aki érkeztek ide, senkinek bántódása nem fog esni, hogy bátran közelebb lépjenek. Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum állította ki pár évvel ezelőtt az úgynevezett kék darabontokat, bocskai fejedelem hajdú vitézeit és kíséretét, hogy bemutassák évről évre, és aztán nyaranta hétről hétre, esténként itt a téren, a fürdő előtt az ide látogató turistáknak és helybérieknek azt az örökséget, amit Bocskai István fejedelem hajdú telepítése indított. A hajdú őrjárat immáron több éve a bocskai korát idézi meg, a 17. század elejét, és ennek a korszaknak a hajdú vitézeit igyekszünk megeleveníteni fizikai formában, tehát nem csak beszélünk a dolgokról, hanem igyekszünk meg is mutatni a lehető leghitelesebben a hajdú vitézeknek a viseletét, fegyverzetét, élő zenei kísérettel, síppal, dobbal, nádi hegedűvel, ugye így szól a gyermekmondóka, és ez valóban innen származik, hogy síppal, dudával és dobbal vonulnak ide bocskai hajdú vitézei minden héten a nyári programsorozat alkalmával, és az érdeklődőknek, akik hál' Istennek szép számmal szoktak lenni, bemutatjuk a 17. század hajdú vitézeit. Bemutatón hangsúlyosak a használati eszközök, elsősorban a csatákban alkalmazott korabeli fegyverek. Itt a kézi fegyverek, hideg fegyverek jelennek meg, a fokos, a szabja, ami ugye egy kifejezetten magyar kard típus, ezt mutatja be a szakavatott bajtárs kolléga, illetve a lőfegyverek is bemutatásra kerülnek, ugye ebben a korszakban már fekete lőporral működtetett lőfegyvereket is használtak, a hajdú vitézek is, illetve hát ez elterjedt volt a korban már, mondhatni a korszaknak a csúcs fegyverei voltak ezek, de hát ezeket ugye értelemszerűen nem úgy kell elképzelni, mint a mai akciófilmek sorozatlövő fegyvereit, de pontosan ettől érdekes, talán ez a bemutató is, és bemutatásra kerül korabeli fegyvermásolatok közül pisztoly, puska vagy muskéta is. Ebben a korszakban már megjelenik a tűzfegyver, mint legfontosabb fegyver a hajdú kezében, hiszen modernül kell felszerelni a hadsereget, hogyha győzni akar az ember. 1604 és 6 között a bocskai szabadságnak csak ezzel tudott nyerni, ezzel tudott sikerre jutni. Szúróvágó eszközöket is használtak azonban a hajdúk, mint amilyen a csákányfokos. A fokos a honfoglalás óta használt magyar fegyvernek számít. Úgy mondják, van egy gonosz és egy gonoszabbik vége. A másik legegyszerűbb fegyver, ami nálunk látható, az a egyenlő bőrbe szabja. Ez is a honfoglalás óta velünk van. Török korra ilyen módon módosult a pengéje, kicsit hosszabb lett és görbét. Ugyanezt használja a török is, csak másfajta szerelékeléssel. A hajdúszoboszlói hajdú őrjárat a hagyománynak megfelelő viseletben vonul fel és jelenik meg a téren. A kék darabontok bocskai elit katonáit és testőreit hivatottak megidézni. Mindannyian kék posztóból készült dolmányt viselünk, a dolmány ez a kabátféle, ami rajtunk van, ugye fémgombokkal vagy kötött gombokkal, zsinórokkal záródik, egy tipikusan magyar, egy jellegzetes szabású magyar viseletelem. A lábainkon csizmát viselünk, vagy éppen korabeli szabás, mint alapján készített cipőt, vagy bocskort is, ami megint csak egy érdekesség. Amit még viselünk mindannyian, az a fejünkön lévő föveg vagy süveg, ez gyapjúból készült nemezeléssel, tehát a későbbi kalapoknak úgymond ez az elődje, ez az őse. Sok esetben tollal is díszítettek a mi süvegeink is, és az ábrázolások tanúság alapján a 17. században, illetve a hajduk korában is tollak, különböző tollakkal díszítették, különböző madarak tollaival. A tollak száma is a leírások alapján információértékkel bírt, ugye a kapitányoknak vagy a különböző rangú vitézeknek adott számú tolla vagy
mindenott típusú tolla volt. Sajátos volt a férfiak fizimiskája is akkoriban. Sokan büszkén viselték a magyaros bajuszt, sőt, ezen túlmenően kitűntek nem csak itt, hanem Európában is elterjedt hajviseletükkel. Beszoktuk mutatni a kornak a hajviseletét is, a korszakban borotválták a magyar vitézek a fejüket, és csak a fej tető elején lévő úgynevezett üstököt hagyták meg. Ez egy különös, hóbortos hajviseletnek tűnik, de számtalan leírás és képi ábrázolás is igazolja azt, hogy ebben a korban ez volt a divat a magyarok között is. A hajdú őrjárat kék darabontjait hagyományos hangszerekkel, dobbal és kecskedudával kísérik a zenészek, akik nem csak menet közben, hanem a téren is bemutatják és megszólaltatják ezeket. Olyan dallamokat is igyekeznek hozni itt a zenész kollégák, amik erre a korra jellemzők, tehát régi zenei dallamokat, vagy pedig a klasszikus magyar népzenének olyan régiesebb rétegéből válogatnak dallamokat, amik kapcsolódhatnak, vagy hitelesebbek lehetnek egy ilyen korszak megidézéséhez. A magyar kecskeduda az, amiről sokan azt gondolják, hogy azonos a skótok dudájával. Pedig nagyon is különbözőek ezek a hangszerek. Valóban leginkább, ha megkérdezzük, hogy mi ez a hangszer, akkor mindenki mondja, hogy duda, de leginkább azt mondják, hogy skót duda. Na most hát annyi köze van a kettőnek egymáshoz, hogy ezt is fújni kell, meg azt is fújni kell. Ez is szól, meg az is szól. És akkor nagyjából el is mondtam, hogy mi a hasonlóság benne. Attól lesz magyar ez a duda, egyrészt, hogy a miénk magyaroké, teljesen különbözik a környező népeknek a hangszereitől. Ha jobban megnézitek, az látszik, hogy itt mintha két sípszár lenne, és valóban két sípszár van benne. A környező népeknek a dudáiban egy sípszár van, nagyon szépen könnyen lehet rajta játszani, és vannak ilyen különböző bordó vagy burdon sípok, mint amit itt fogok én is. Látjátok, ilyen nagyon szépen ólom berakással díszített szarúval a végén. A környező népeknél van egy-kettő, a skótoknál általában három ilyen bordó síp, ez adja a zöngés, a mély hangokat. Magyar dudán egy ilyen zöngés hangot adó bordó síp van, egy kecskefejet faragtak ebbe a szép dudába, ez a dudának a feje. A duda fején látható a szemén a csillagok, ott van a nap, és tulajdonképpen az életfa is ott van rajta a kecske fején. Ebből jön ki a hang a dupla sípszárhoz, és a végén szintén van egy szép szarudíszítés. Nagyon régen vágytam már rá, hogy megkapjak egy ilyen gyönyörű szép hangszert, mert nagyon érdekelt nyilván a története is. Én a hagyományőrzés felől közelítem meg a zenét, és én sokáig foglalkoztam tánccal, a tánc mellett foglalkoztam zenével, főleg fúvósokkal, és hát a magyar duda az egy annyira különleges és szép hangzást ad, hogy szerintem minden fúvósnak érdemes vele megismerkednie, de a hangjával nyilván mindenkinek ismerkednie kell. Nagyon komplex, nagyon összetett, nagyon nehéz rajta játszani. Én egy jó pár éve elkezdtem vele foglalkozni, és még mindig nagyon sokat tudnék belőle tanulni. Kort idéző megjelenésen, fegyvereken, hangszereken kívül van még egy nélkülözhetetlen kelléke az őrjáratnak. Ez pedig a múzeumban található Bocskai zászlónak a hiteles másolata. Ez egy jelkép is, maga a zászló és a rajta lévő címerek vagy ábrázolások is jelképek, de itt jelen esetben ugye azt is jelképezi ez a zászló, hogy mi bocskai vitézei vagyunk. De beszoktam mutatni a zászlót magát is, a rajta lévő szimbólummal. Ugye az egyik oldalán láthatunk egy csata jelenetet, egy oroszlán vagy párduc vagy valamilyen ragadozó nagymacska viaskodik egy
vasas vitézzel, egy lovas vitézzel, egy lovas katonával. Ez magát a bocskai szabadságharcot, a bocskai felkelést jelképezi, ahol ugye a német vasas jelképezi ugye a Habsburgokat, és bocskait pedig ugye mindig a nemességet, a fejedelmet, a férfi erőt szimbolizáló nagymacska. És hogyha megfordítjuk az ászót, akkor úgy szoktam fogalmazni, mint egy képregény, ennek a előző képnek a folytatása látható, és akkor mindig megkérdezem a gyerekeket, hogy akkor ez alapján, a kép alapján mire gondolnak, hogy akkor mi lett a kimenetele a csatának, a felkelésnek pontosabban, a bocskai szabadságharcnak, hiszen itt ugye az előző, illetve a másik oldalon is látott ragadozó nagymacska diadalmasan ágaskodik, az ászlót lobog, tehát a kezébe, és egy koronából emelkedik ki, tehát abszolút győzelem az, amit szimbolizál ez, és hát ugye mivel a ragadozó nagymacska győzedelmeskedett bocskainak, illetve az ő ügyének, a felkelésének a szimbóluma, ezért így szoktam ezt mindig megfogalmazni, hogy ez jelképezi tulajdonképpen a bocskai szabadságharcnak a kimenetelét. Ugye a köznyelv úgy is szokott hivatkozni a bocskai szabadságharcra, hogy a magyar történelem egyetlen győztes szabadságharca, és ugye valamilyen szinten ezt is jelképezi ez a zászló számunkra. A Hajdú őrjárat tagjainak előadását egy korabeli pisztoly elsütésével zárják. Nehézkesen, mert régi a fegyver, de hétről hétre sikerül ezáltal is ámulatba ejteni a közönséget. Figyelem! Köszönjük szépen! Ez ugye egy elég nagy hanghatással járó figyelemfelkeltő drog, úgyhogy nyilván ez az attrakciónak is úgymond része, ugyanakkor pedig egy hiteles képet ad arról, hogy hogyan is nézett ki egy ilyen fegyvernek az elsütése, és milyen hangereje volt ennek. El is szoktam mondani mindig a közönségnek, hogy akkor ezt a hanghatást még szorozzák fel, ugye akár több tíz vagy több száz fegyvernek a hangerejével, és akkor esetleg el tudják azt képzelni, már van valami alapjuk ahhoz, hogy elképzeljék, hogy milyen lehetett mondjuk egy korabeli csatazaj, ha csak a fegyver dörgésre gondolunk.